kivágás. És ezzel a technikával, hogy képről képre megmozdítjuk, vagy megrajzoljuk, gyakorlatilag mozgási illúziót tudunk megteremteni, és így el tudunk készíteni egy animációt, egy megfelelő szoftverre. Hogyan lehet felhasználni az oktatásban maga animációt? Ugyan rengeteg célra használjuk ezeket, tehát amikor prezentációt tartunk, tudjuk, hogy egy animáció, egy átszínési effektus a film feltöltésére például nagyon alkalmas. De ezen kívül tananyagokban gyakran találkozunk olyan animációkkal, amelyek valamilyen szimulációt mutatnak be. Szimulációt érdemes használni, hiszen nagyon sok olyan jelenség van, amit egyébként nem tudnánk bemutatni csak animáció segítségével. Pontosan azért, mert nagyon gyorsan mennek végbe, vagy pont ellenkezőleg túl lassan mennek végbe. Tehát a különbözők mozgását az nehéz lenne egy osztály alatt kirágni, mondjuk egy digitális területen, ezt érdemes nyilvánvalóan mondjuk animáció formájában bemutatni. Lehet, hogy valami nagyon veszélyes, etikai problémákat is felvet, genetikai kísérletet tudunk csinálni animációkat, nagyon nem szerencsés. Lehet, hogy valamihez nincs eszközünk, de mégis be szeretnénk mutatni az adott jelenséget. De emiatt tudunk az animációkat. Hozzá szimulációt, és pont azért választottam ezeket, hogy lássuk azt, hogy nem feltétlenül baj, hogy a nem teljesen profi kidolgozásról. Tehát nyugodtan rá lehet bízni a gyerekekre, együtt is lehet dolgozni ilyen animációkat, ilyen szimulációkat, már azért is, mert ahhoz valaki ilyen animációt, szimulációt tudjon készíteni, ahol a jelenséget, ami mögötte van, nagyon meg kell érteni. Tehát anélkül fog menni. Ugye a jelenségben látunk egy ilyen szökőár szimulációt, amit valami gyerekek csináltak, ugye a kidolgozás alapján, és látszik, hogy képkockára szépen meg van rajzolva, és ugye elmagyarázza a szökőár jelenségnek a hátterét, vagy akár mondjuk a látással kapcsolatban is lehet szimulációt készíteni, ami megint csak nem bonyolult. Tehát, hogyha megnézzük, van egy alapábra, amit megrajzoltunk, és utána gyakorlatilag kicsi módosításokkal be lehet mutatni a látnak a mechanizmusát. Miért ne készíthetünk animációkat, akár a digitális témahéthez kapcsolódóan? Én nagyon javasolnám, hogy érdemes kipróbálni az animáció készítést. Azért is, hiszen olyan projektekben tudjuk ezt kipróbálni, amit sok esetben a gyerekek választottak, tehát megvan a kellő motiváció. Az animáció készítésben nagyon különböző képességű és korú gyerekeket is be lehet vonni. Tehát együtt tudnak dolgozni, nem csak osztály belül, hanem akár iskolák között is lehet ilyen együttműködést meghirdetni. Kifejezésmódra ad lehetőséget, és hát nem nagyon gyorsan lehet az animációkat elkészíteni, de arra sikerélnénk, mert mégis egy jelenetnek a felvételét, hogy egy visszanéző képkocka is már élményt tud adni a gyerekeknek, hogy motiváltak és rengeteg plusz energiát fektetnek egyébként az animáció készítésbe. Felelősségtudatot is fejleszti, hiszen bizonyos részfeladatokat, hogy a gyerekeknek osztunk ki, a vállalniuk kell azért a részfeladatért a felelősséget, és hát önbizalmat is ad, vagy animációt haza tudnak vinni, meg tudják mutatni otthon a családnak, akkor nagyon, nagyon látványos dolog lehet, nyilván sok-sok dicséretet kapnak, és nem csak otthon, tehát egy animációra kell közösség oldalon is meg lehet osztani, nagyon-nagyon sok helyre el tud jutni. Nem is beszélve, hogy majd látjuk, hogy olyan eszközöket fogok mutatni, ami sok esetben otthon is rendelkezésre áll a tanulóknak, tehát okostelefonokkal, tabletekkel, normál számítógépen is lehet animációkat készíteni, és értelmes, kreatív dolgokra tudják használni az eszközöket, meg tudják tanulni, hogy milyen módon használhatják ezeknek az erőjeit. Ráadásul több érettségi terület is összehozható, integrálható. Tehát amikor animációt készítünk, akkor nagyon sok tantárgynak a háttértudását be tudjuk hozni, megvalósul a cselekvés általi tanulás, és egyszerűen megosztható az elkészült munka. A mozgófilmmel itt sokszor kiemelik azt, hogy animációk esetén nincs szükség szereplőkre. Tehát könnyű ilyen szempontból elkészíteni az animációt, Persze kis kiegészítésre szorul, tehát van olyan animációs technika, mindjárt erről beszélek, ahol félszereplők is vannak a filmen, tehát ilyen esetben ez nyilván nem igaz, de például egy kollázsnál, egy papírkivágásnál, vagy egy tárgyanimációnál ez mindenképpen igaz. Milyen jelölt készítünk? Határozni a célt. Hát mi lesz a fő témája az animációnak? Mi kell, hogy ki a célcsoport? Milyen témára készül, milyen elismereteket várunk el, és egyáltalán milyen célból hozzuk létre. Az információ átadás, az ismeretterjesztés valósul meg, szórakoztatás. Egyszerűen az is lehet, hogy be akarjuk mutatni, hogy ilyen tevékenységeket végeztünk a digitális témahéten, és ezt szeretnénk összefoglalni. A hatás is nagyon fontos, hogy mit akarunk elérni azzal az adott animációval. Nagy animációs technika van, nem mindegyikről fogok most beszélni, mert szerintem az e-mailtekkel érdemes elsősorban foglalkozni. Tehát nézzük majd a rajzfilmeket, a kollázsfilmeket, a tárgymozgatást, a papírkivágást, illetve más technikákat is meg fogok mutatni, ami hamarabb sikerül. Mi kell hozzá? A kérdés szokott lenni, hogyha animációt akarunk írni, akkor mire kell számítani, milyen eszközöknek kell rendelkezésre állni. Alapvetően egy alap desktop számítógép és egy webkamera az természetesen alkalmas lehet már arra, hogy animációkat készítsünk. Digitális képezőgéppel is ezeket az önálló képkockákat el tudnánk készíteni, de látjuk majd, hogy igazából akkor lesz egyszerű a dolgunk, hogyha az új technológiákat, mondjuk okostelefont vagy tabletet fogunk használni. Kérdés, hogy rögzítjük majd a fényképezőgépet, vagy a tabletet, vagy az okostelefont. Mindenképpen szüksége lesz olyan megoldásra, hogy ne mozduljon el a felvétel közben, tehát valamilyen állványra biztos, hogy szükségünk lesz, vagy esetén lehet, hogy maga a tartó szerkezet erre alkalmas lesz, mert mindjárt mutatok erről képet. Szükség van néhány szoftverre. Olyan szoftvereket mutatok majd be, amelyek platformfüggetlenek és szabadon használhatóak. Szükség lesz mikrofonra, hogyha narráljuk az animációt. A haladó trükköket akarunk csinálni. A zöld háttérre is szükség van, ami nem feltétlenül kell, hogy drapéria legyen, hanem kartonlap, egy megfelelő színű kartonlap is megfelel erre a célra. Szükség látra a megfelelő világításhoz. Illetve nyilvánvalóan olyan eszközökre, amelyek attól függően kellenek, vagy nem kellenek, hogy milyen jellegű animációt fogunk készíteni. Egy a LEGO kockára van szükség. Nyomra elképzelhető, hogy kell, hiszen mondjuk egy kollázs technikánál, vagy a papírkivágásnál elképzelhető, hogy mi fogjuk ugye a rajzokat elkészíteni, ki kell ezeket nyomtatni, kivágni, mindenképpen az animáció kezdéséhez ezeknek rendelkezésre kell állni. Itt látom néhány olyan állványt, amit például okostelefonnak a rögzítésére használhatjuk, illetve van egy webtartó is, ezzel csak azt akarom bemutatni, hogy nem feltétlenül kell állvány. Tehát magának a tabletnek olyan a tartója, ami ilyen fix rögzítés lehetővé tesz, és túl a tartón ki van vágva nyilván a kamerának a nyílása, akkor elképzelhető, hogy ezzel a módszerrel is úgy tudjuk rögzíteni a tablet, hogy ez nem mozduljon el egy-egy felvétel közben. Okos telefon esetén nyilván egy ilyen speciálisabb eszköz szükséges, míg a hagyományos webkameráknál és a fényképezőgépnél figyeltek arra, hogy legyen egy olyan rögzítési lehetőség, egy ilyen csapmenet, amire állványra lehet ezeket rögzíteni. Az okos eszközöknél nem annyira vastag ezek az eszközök, tehát máshogy kell ezeket az eszközöket rögzíteni. És nagyon figyeljünk, mert tényleg ugye kárt tudunk tenni az eszközöre, ha leesik, nem megfelelően, ha rögzítjük, akkor ebből baj lehet, illetve az animáció készítés megnehezíti, hogy elmozdulnak ezek az eszközök, tehát mindenképpen a fix rögzítésre figyelnünk kell. Készültem a mai nap, és javasolnék egy weboldalt is, ahol sok-sok ilyen példát lehet találni. Ebből fogok készíteni, az animből.dk-t, pwA oldalon érhető el. Gyakorlatilag ez a weboldal különböző technológiákat, technikákat mutat be, animációkészítési technikákat. Ilyen például ez a kollázsfilm is, amit itt láthatunk. Ennek a példa az a környezetvédelem, és egy égő szempontból mutatja be a környezetvédelem fontosságát. Kicsit viccesen. Ugye egy rövid történetről van szó, de mégis ugye látványos, és hát van egy csattanó is a végén. Hát ilyen történeteket, hogyha egy adott projekthez ki tudunk találni, akkor azokkal a szoftverekkel, amiket be fogok mutatni, ezt tényleg el tudjuk készíteni a gyerekekkel együtt. Maga a kortechnika az ugye, hogy különböző anyagokat tudunk felhasználni ehhez, de hogy erő legyen a magának a filmnek az elkészítése, sokszor magát az anyagot használjuk fel, hanem ezeket mondjuk beszkenneljük, vagy lefotózzuk, és az így kinyomtatott lapot fogjuk kivágni, és ezt fogjuk felhasználni mondjuk egy-egy animációhoz. De nagyon sokfajta textúrát is fel tudunk használni, vagy annak a képét is fel tudjuk használni. Azt csinálhatunk papírkivágás jellegű animációkat is, mint amit itt is látunk. Elni, hogy a figurának a különböző testrészeit azt lehessen egyszerűen mozgatni. Ezért célszerű ezeket az elemeket külön megrajzolni, kinyomatni, kivágni, és utána ezeket rögzíteni kell valamilyen módon. Itt ez a gyúrszó, ez teljesen betölti a szerepét. Kell mondjuk egy génkapocs, amit kiegyenesítünk, a gyurmaragasztot egy kicsit összesodunk, rárakjuk a végére, és ugye a megfelelő helyre fogjuk majd tudni betenni, kicsit megnyomkodjuk, és így gyakorlatilag egy adott ponton tudjuk rögzíteni az adott elemet. Arra kell figyelni majd, hogy egy kicsit mozdítsunk mindig az animáció készítése során az adott figurán. Az is elképzelhető, hogy a bizonyos részeit le kell cserélni menetszerűen. Tehát például egy arckifejezés változásnál elképzelhető, hogy a kinyomtatott fejet el kell távolítani, és le kell cserélni egy másik fejre, amit mindig rendelkezésre áll. Ilyenkor figyelni kell, hogy a többi része a figurának nem mozduljon el. Tehát az erősen nyomjuk meg, és tényleg csak a kívánt résznél figyeljünk arra, hogy ez a változás megtörténjen, mert különben az animáció egy kicsit megdicsak. A világ többféle lehet, tehát hogy olyan animációt készítünk, ahol felül van a kamera, arra figyeljünk, hogy ne ilyen pontszerűen világítsuk meg az egyes tárgyakat, mert az csillogni fog. Tehát ilyenkor mondjuk, hogyha ott van egy ilyen szerde, plafonrész, akkor nyugodtan meg lehet azt világítani, vagy a lámpák elé lehet tenni például zsírpapírt. De olyan szót is készíthetünk, aminél gyakorlatilag csak a kontúrt, csak a szívet fog látszani. Ilyen világítást kell használni. De előbb is láttuk, hogy ezt ilyen házilag is meg lehet oldani, tehát nem esetben egy ilyen széket fordítottak oldalára, és arra helyezték rá papírt, és alulra tettek be egy lámpát. És gyakorlatilag ugye vannak vágva a megfelelő részek az animációnál, mint egy bagoly, és onnantól kezdve a munkás után ugye egy-egy képet lefényképezünk, és ezek után majd összeállítjuk az animációt, és meg tudjuk csinálni mondjuk, hogy az a bagoly erre tudja mondjuk a fára. Olyan is gondolkozhatunk, aminek a lényeg az a tárgymozgatás. Na, sokféle tárgyat tudunk mozgatni. Ugye ebben példában látjuk, hogy a színes cukorkákat fogunk mozgatni, és nagyon jó pofa hatást ezzel el lehet érni, és biztosan élvezték a gyerekek, főleg, hogy a cukortal az együtthozott a felvétel végén. Nem csak cukorka, hanem bármilyen más tárgy is előfordulhat. Hát, amit a téma indokol, az természetesen mindent be lehet vetni. Nagyon népszerű vagy brit, amikor egy LEGO készletet fogunk felhasználni ahhoz, hogy animációkat készítsünk. És teljesen arra figyelni kell, hogy ez a mozgás azért folyamatosnak tűnjön. Tehát nem mindegy, hogy hogyan mozgatjuk mondjuk a figuráknak a lábát. Itt is látjuk, hogy a lámpákra papírlapon felszerelve, hogy ne ilyen pontszerűen jöjjön a fény, hanem egy kis derítés is legyen. Mindenképpen figyelni kell. És hát, hogyha ezt a forrást majd megnézzük, gyerek, ide raktam a forrásokat az ijára, akkor látszik, hogy ezzel nagyon-nagyon sokan foglalkoznak, és tutoriálot is találunk arra vonatkozóan, hogy hogyan érdemes megmozgatni ezeket a bábukat úgy, hogy tényleg ilyen fontossági érzetünk legyen, tehát nagyon szépen mozogjanak ezek a bábuk, ne legyen nagyon darabos a mozgás. Említettem összehasonlítva az animációt, hogy ugye az animációk többségének kell, hogy színészekkel játszunk, tehát nem kellenek élő szereplők. Van persze olyan animációs technika, az a piszkilláció például tipikusan ilyen, amikor az animációk úgy készítik, hogy szükség van színészetre. Ez a fajta lehetőség egy ilyen hatást tud elérni. Ha megnézzük a baloldali videót, tehát mondjuk egy kézmozgásnál, az újabb mozgásnál is olyan hatást tudjuk elérni, amit egy videófelvételnél ugye nem nagyon tudnánk elhitteni. Illetve mutatok olyan videót a jobb oldalon, ahol kifejezetten gyerekekkel kicsit technikát mutatnak be. És attól, hogy gyerekek különböző helyre ülnek, felveszik képkockánként, egy nagyon groteszk hatást tudunk elérni, vagy hogyha mindig akkor fényképezünk le mondjuk egy gyereket, amikor felülünk, rájön ki a földet, akkor teljesen úgy tűnik, mint hogyha a körbe repülnék mondjuk az osztálytermet. Hát ez is egy olyan fajta technika, amit ki lehet használni. Természetesen nem öncélúan, tehát valamilyen sztorit keríteni kell majd a történetnek, aminek van majd egy bevezetők nyilván egy csattanul, és az adott projekthez meg kell legyen mindeztedik. De a technika látjuk, hogy nem nehéz megcsinálni, azzal a technológiára, hogy képkockára lefénykítezzük, és utólag összerakjuk, ez a történet is össze fog állni. Hogy nézzük, hogy mi kell, hogy meg tudjuk tervezni mondjuk az animációt. Egyrészt a Témahéten lehetnek olyan projektek, amikor tényleg egy ilyen komplexebb animációt tudunk csinálni. Tehát nem csinálunk valamit, hanem egy aktív történetmesélést tudunk csinálni. És hát itt a hagyományos modellt alkalmazva, a bevezetés szerint befejezés szépen meg kell tervezni, hogy mi fog történni az adott animációban. Ugye a bevezetésnél figyelni kell arra, hogy a szereplőket, a karaktereket azt mutassuk be. Tehát legyen a utalás, hol játszódik ez az animáció, mikor játszódik ez az animáció, kik ők, akik láthatók mondjuk a vezetésbe, ki a rossz, ki a jó, egyáltalán milyen témában készül az adott animáció. Természetesen a cselekmény tematában a szereplőket majd jobban megismerjük, és kialakul valamilyen konfliktus, valamilyen boldalom, ezeket a konfliktusokat valamiképpen fel kell oldani, nő a feszültség, és hát lesz egy tetőpont. Majd a végén ugye lezárjuk a történetet, van egy végkifejletés, remélhetően választ kapnak a nézők a felmerítésre. Amikor gyerekezünk, akkor ugye nagyon fontos, hogy az ötleteket azt valamiképpen összefoglaljuk. Ezt finomítjuk. Ez gyakorlatilag olyan leírás, tényleg egy rövid leírás, van egy-két oldalas leírás, ahol megadjuk a film cselekményét, leírjuk a végkifejletet is. És hát én dönthetünk arról is, hogyha nagyon ötlet felmerül, hogy melyiket valósítjuk meg ténylegesen. Tehát, ha nincs idő arra, hogy tényleg a gyerekek külön csoportban önállóan, nagyon eltérő animációkon dolgozzanak, hanem egy közös animáció készül, akkor mindenképpen a projektekből egyet meg kell szavaztatni, ki kell választani azt, ami a projektet dolgozik, legviccesebb, ami oda legnépszerűbb lesz a végén. Forgatókönyvet is érdemes csinálni. Itt gyakorlatilag van szó, hogy a cselekményt vizuálisan bemutatjuk még a forgatás előtt. Itt nem kell arra, hogy nagyon részletesen ki kellene ezt dolgozni. Tehát ugye az oldalon látunk egy részletes képregényszerű forgatókönyvet, de hát nyilván valamilyen iskolai projektnél ez nem feltétlenül kellene elvárni. Teljesen jó, ilyen pálcika ember, nagyon vázlatosan a főben ezeket előre megszervezzük, És ez tényleg fontos, mert tapasztaljuk majd, hogy egy tárgyanimációnál például, ha el kell jutni odáig egy jelenetben, hogy egy két karakter találkozik, akkor ne legyen az, hogy elfelejtjük a másik karaktert mozgatni, később teszünk, mert akkor is jelenetet ki lehet dobni, akkor új kell venni. Tehát ezek a vázlatok nagyon sokat segítenek abban, hogy tudjuk, hogy hova kell eljutni egy-egy jelenet esetén. Térjünk át, törekedtem arra, hogy mindenki által elérhető és multiplatformos alkalmazásokat mutassak be. Az első alkalmazás az a Zinc Keyboard Studio, ami igaz telefonon és tableteken fut. Ez igazából arra lett kifejlesztve, hogy különböző boltokban lehet kapni ilyen stickbotokat, ilyen tárcika emberszerű kis elemeket, a lábakon, illetve a kezeken ilyen tapadó korong is van, tehát adott esetben egy ilyen figura akár ilyen bréktáncot is be tudnak adni, vagy fejen is tud állni, kézen is tud állni, de ennél is használjuk itt természetesen ezt a szoftvert. Én azért tényleg nagyon egyszerű használni, mutatja halványan a korábbi képkockákat, tehát pontosan tudjuk majd, hogy egy előképkockán egy adott elem hol volt, és ahhoz képest el tudjuk mozgatni. És ami még jófa, hogy zöld a kék háttér segítségével egy picit trükkolációkat is tudunk készíteni. Nézzük meg akkor tényleg nagyon röviden ennek a szoftvernek a működését. Elindítás után ugye megjelenik ez a stop motion videó ikon, rá lehet kattintani, akkor egy új projekt készül el. Ebben a demo-t csináltam, és én nem tudtam rögtön a tabletet, tehát egy kicsit remegni fog a kép, de azért jól fog látszani, hogy hogy is kell használni ezt a szoftvert. Tehát gyakorlatilag van egy háttér, kivágtam egy űrhajót, már az első képet elkészítettem. Tehát itt a jobb oldalon látszik, hogy amikor a piros fej kékké változik, akkor történik egy képfelvétel, és akkor azt is, hogy az előző képkockákon ez az űrhajó, ez hol, tehát ahhoz képest el tudjuk mozgatni. Ez nagyon-nagyon sokat segít egyébként. Hát az, hogy látjuk előző képkockát, vagy képkockákat, alapvetően meghatározza azt, hogy hogyan mozgatom tovább az adott elemet, milyen fajta mozgást szeretnénk elérni, mert nagyon finom mozgásokat is természetesen meg tudok csinálni. Nem hiszem ezeket a képkockákat, hát most ilyen túl sokat nem csináltam, tehát egy ilyen 5-6 képkocka készült talán, akkor az alkalmazás automatikusan ugye beteszi a galériába, és láthatunk ezt a mozgást. Egy videót tud generálni, és fel tudjuk használni természetesen. Itt még képkockáknak a törlésére természetesen van lehetőség. Azt is szeretnénk, hogy az háttér lehetőségeit hogyan tudjuk kihasználni. Ehhez én egy zöld kartonlapot tettem a kamera alá, azon helyezett az űrhajót, majd ugye a képernyő bal oldalán látható ilyen zöld ikonra rákattint, ha be lehet kapcsolni azt, hogy a háttér helyén valamilyen háttérkép jelenjen meg, ami vagy a szoftvernek a galériájából jön, vagy mi magunk is készíthetünk ilyen fotókat természetesen, és azokat be tudjuk tenni. Én most ezt az űrhajót gyakorlatilag egy űrbéli környezetbe helyeztem el, egy olyan töltöttem be, és hát itt kezdve a felvétel az ugyanúgy történik, mint az előbbi esetben. Picit el kell mozgatnom az űrhajót, mindig látom, hogy az előző képkockán helyezkedett el, és ezen elő fog állni ez az animáció, ami tényleg ahhoz képest, hogy mennyire bonyolultnak néz ki, láthatjuk, hogy nagyon egyszerűen elkészíthető, hiszen tényleg csak egy karton kell hozzá. A színe természetesen nem mindegy, tehát hogyha kell választanunk az adott szint, nem árt magunkkal vinni mondjuk az okostelefont, és mondjuk egy papírüzletbe kipróbálni a sok-sok árnyalatból, melyik fog ténylegesen működni, de lehet találni természetesen ilyen kartonokat, akár zöld, akár két színben, amelyek szemekünk tudnak működni a másodkészítés során. Ilyen esetleg okostelefonunk vagy tabletünk, akkor normál asztali számítógépen vagy notebookon is ugyanezt meg tudjuk csinálni, keresztül mehet egy szoftvert. A kulcsok az, ami Linux-os és Windows operációs rendszeren is tud, sőt egyesek szerint Mac-es operációs rendszeren is működésre lehet bírni. Ennek nagyon egyszerű a felülete, Gyakorlatilag a webkamera gombra kattintva készíthetjük ezeket a felvételeket. Ha nem tudjuk valamelyik képkockát, akkor azt tudjuk törölni, és innentől kezdve a program képes előállítani ebből a megfelelő videót. Azért is jó, hogy olyan szinten lehet az animációkat megcsinálni, hogy külön jeleneteket tudunk csinálni. A jelenet belül pedig felvételeket készíthetünk. Tehát nagyon lehet tagolni azt a folyamatot, ahogy ténylegesen egy animáció elkészül. A következő az nagyon fontos, mert ezzel gyakorlatilag animációs filmeket úgy készíthetünk, hogy mi rajzolhatjuk meg az egyes animációkat. Itt ez a rajzfilm készítésére alkalmas. Nagyon programot kipróbáltam ezzel kapcsolatban, és az a szoftver szerintem, amelyen látszik, hogy tényleg gondoltak arra, hogy ezt gyerekek fogják használni, vagy amatőr animátorok, mert tényleg egy egyszerű, átlátható felületet kapunk, és nagyon ezzel dolgozni. Több réteget is használhatunk. Ez is mutatja majd az előző képkockákat. Nagyon röviden ezt is bemutatnám, hogy hogyan lehet használni. Amikor egy új projektet készítünk, akkor nyilván egy nevet tudunk neki adni, kitölthetjük, hogy ki a szerzője, de ha van ilyen templétek, sablonok, amiből ki lehet indulni. Egyébként azt, hogy egyrészt a feltárás állítható be, másrészt pedig azt beállíthatom, hogy egy másodperc alatt hány képkockát szeretnék megcsinálni. Minél több képkockából áll gyakorlatilag animációkat egy másodperc alatt, annál folyamatosabb hatást tudunk elérni, de nyilvánvalóan, hogy ne kelljen sokat dolgoznunk, azért valamilyen kompromisszumot kell tartanunk, tehát ha például tudjuk azt, hogy egy másodperc a 10 képkockából fog állni, azzal is nagyon jó kis animációkat tudunk csinálni, ami még nem megy a minőségnek a rovására. A baloldali eszköztárban akár a szivalettát, az eszköz, az ecset tulajdonságokat be tudjuk állítani. Onnantól, hogy mi is tudunk rajzolni, például vonalakat, téglalapokat, kört, tehát nagyon sokféle objektum rendelkezésre, nyilván szabadkézű rajz is. Különböző színekben ugye elő tudjuk állítani ezeket az objektumokat. Ebben egy lejtőt rajzolok, csak hogy most be tudjam mutatni, hogy ténylegesen hogyan készül egy nagyon egyedi, vagy nagyon egyszerű kis animáció. Készül majd ezt a lejtőt. Tehát kitöltjük is beállítok. Majd az történik, hogy rajzolok egy labdát elkezdem mozgatni képkockáról képkockára. Ez a labda ilyen esetben egy kör lesz, egy piros kört fogok húzolni egy adott helyre. És hát onnan kell figyelni, hogy ez a kis objektum a képkockáról képkockára egy kicsit odébb kerüljön, és ténylegesen, minthogyha a helyéről legürítanánk ezt a labdát. Látom, hogy rétegekről beszélünk, most csak egy rétegünk van, egy képkockával. Ha megkívjuk a lop gombbal, akkor látjuk, hogy ezt a képkockát tudjuk dukálni, tehát szépen egymás mögé tudjuk másolni. Mindig ugye azt kell figyelnünk, hogy az adott objektumot egy kicsit aludjuk. Ez a mutatja egyébként az előző képkockákat, hogy nem az előzőket képes mutatni, hanem a következőket. És azt mondhatjuk, hogy az előzőből hányat mutattam. Csak egy utolsót, vagy 2-vel ezelőtt is, és ilyenkor nagyon szép mozgásokat el tudunk készíteni, hiszen látjuk azt, hogy milyen előzménye volt annak a mozgásnak. Tehát folyton animáció volt, látjuk, hogy fogom a labdát mindig egy kicsit messzebb rakom, majd úgy adott fémet, adott kártyát megyünk, odébb teszem. És gyakorlatilag ezt lehet folytatni ebben a dologban. Itt ugye egy szerepelben meg lehetne változtatni a nevét, tehát nyugodtan beszédes neveket is lehetne adni, amíg ugye egy rétegből áll egy animáció, ennek nem nagy jelentősége nincsen. Lassan a labda a lejtő aljára. Onnantól kezdve lehet megnézni, hogy ténylegesen az animáció hogyan is néz ki. Ugye bocsánat van. Akinek hiányozna hagyományos elrendezést, amit sok-sok ilyen animációs programban találunk, be lehet állítani ezt a timeline-szerű megjelenést, tehát ezzel is rendelkezik a szoftver, mert csak ezt a jobb oldali ablakot mutatja. És itt a lejátszom ezt az animációt, akkor remélem látjuk is, hogy egy mozgást tapasztalunk, tehát tényleg legurult a labda az adott lejátszom. Nézzük a szoftvernek a haladóbb lehetőségeit is. Ugye láttunk másik, ami tollási technikával készült. Ugye ez arról szólt, hogy van egy ember, aki ugye szemetel az erdőn, és hát a masszívet nem fogja különben venni. Most megpróbálom nagyon hasonlót készíteni ezen a készített felhasználásnál. És ugye nem csak majd az adott eszközöket lehet használni, hanem figyelhetjük azt is, hogy tudunk tölteni külső állományban lévő képeket, és azokat is fel tudjuk használni. Egyébként a szoftver képes arra is, hogyha egy ilyen objektumot már elkészítettünk, akkor ő fogja regenerálni azt mondjuk, hogy megnövekedjen, vagy el akarom forgatni, akkor azt nem kell egyenként megrajzolnom, hanem maga a szoftver tudja, hogy 10 képkockán keresztül el kell forgatni az adott objektumot a kicsit során. Ugye, tehát sokféle rajzeszközt is használhatunk, ahogy látjuk. És akkor megmutatom magát a betöltését a készítésnek. Hogyha azt a fajta projektnél megcsinálni, és korábban látni a tollástechnikát, akkor szeretem azt, hogy egy ilyen erdőképet beszúrok, beillesztek. El is lehet a képeget mondjuk háttérnek. Ez fix lesz, és mindennek az erdőnek a képe fog látszódni. De majd ezeket a képkockákat így sokszorolnom kell, hogy minden megfelelő képkockán ott legyen, illetve ezeket a rétegeket kibe tudom kapcsolni. Tehát amikor az előbb látjuk, hogy pirossá változott, akkor a rétegnek ugye a hatóságát be tudjuk állítani. Látszom vagy nem. És csinál a réteget is, amin azt fogom majd elérni, hogy lesz egy ilyen üdítős doboz, és ezt a dobozt gyakorlatilag így behajítjuk az erdőközepére. Ezt az objektumot át is tudjuk méretezni, tehát meg kell ragadni szépen a sarkait, megfelelő helyre el kell helyezni, és onnantól kezdve azzal a technikával, amit az előbb mutattam, képkockára majd szépen mozdítok egy kicsit az adott objektumon, és így el tudom majd érni azt, hogy úgy tűnjön, mintha kívülről valaki bedobta volna a szemetet. Tehát ugyanazt kell használni, másolatokat kell készíteni az adott képkockából, kicsit módosítani ugye a pozícióján, és onnan egy kicsit el is lehet fordítani, hogy tényleg úgy tűnjön, hogy kicsit fordul is a repülésen. Ugye ezt sokszorozom, akkor ugye el tudom azt érni, hogy ténylegesen ez a doboz berepül mondjuk az elnyéget. Én láttam egy olyan, melyen már jobban látszik az a változat, ami aki elemetet tartalmazza. Itt ugye már rétegünk van. Tehát van háttérréteg, van előbb látott szemétréteg, és lesz egy egész is, amelyezzük a matrix. És így abban fel fog dukkanni a medve a jelenetben, és még egy olyanat beteszünk, hogy egy héjat rádobunk mondjuk a felülre. Amit most láthatunk, ez gyakorlatilag nem tartott tovább nekem szerintem egy ilyen negyed óránál, hogy elkészítettem. És gyakorlatilag a jelenet az, bár ugye kisebb méretben, de látható, hát megjelenik a üdítős doboz, leküzdik a matrix, és hát egy banánhéjat fog. Ugye a fejlőt nem beszél majd jó nézem, úgyhogy már valóan meg fog gyűlni a bűnös az animáció végén. Ez a szoftver nagyon alkalmas arra, hogy gyerekekkel használjuk, és bátran ajánlom mindenkinek. És beszélni egy olyan technikáról is, ami nem kifejezetten az animációhoz kapcsolódik, hanem egyfajta fényképezési mód. Ez a timelapse, vagy magyarul időnyúlásnak is nevezik. És erről beszélni, mert egyrészt a szoftverek egy része kifejezetten támogat azt, hogy ilyen jellegű felvételeket készíteni. Másrészt pedig úgy gondolom, hogy a digitális témahét tevékenységeiben ezt a fajta technikát is tudjuk használni, és meg tudjuk találni azt, hogy mire lehet ezt felhasználni. A felvétellel nagyon szépen be lehet mutatni az időnyúlását. Fogjuk az adott fényképezőgépet, vagy az adott eszközt, ráirányítjuk a megfelelő tárgyra, hogy bizonyos időközönként fog készíteni a felvételt, 5 történik, 5 percenként, 10 percenként, lehet, hogy naponként, attól függ, hogy mit szeretnénk bemutatni. Az lenne a cél, hogy vigyázzunk arra, hogy ne legyen öncélú az adott felvétel. Tehát az, hogy a régótaítjuk az eszközt, és csinálunk egy 120. felvételvonulásos ilyen videó, az nem biztos, hogy annyira értelmes, viszont hogy egy olyan projektet csinálunk, amiben ezt tud vonni. És jó példa ez a jobb oldalon látható videó. Növényeket csíráztatunk, és megfigyeljük azt, hogy hatására hogyan változtatják meg a növelésüket, hogy fordulnak a fények. Ezt ott hagyjuk, időnál felvételt összeszívjuk, és előáll gyakorlatilag ez a felvétel, de látom olyan felvétel, és az is nagyon jó volt, amikor az iskola diákjai projekt keretében kidekorálták az iskolának a falát, természetesen ellenőrzött körülmények között, és ezt műveleteket mutatták be, hogy hogyan készül az adott mű. A digitális témahétnél is számos olyan projekt lehet, hogy van valami kézzelfogható eredmény. Erre egy plakát, vagy elkészül egy maket. Egy Mátyás királlyal kapcsolatos projektet olvasgattam, és ott is ugye az kifejezetten a feladat, hogy a gyerekek készítsenek egy makettet, vagy kezdjük meg a címerét mondjuk egy ilyen csapatnak. A folyamatát is nyugodtan fel lehet venni ilyenfajta technikával, és akkor látjuk, hogy gyerekek hogyan készítették együtt az adott modellt. És már is lehet egy nagyon jó videó, amivel tudjuk reklámozni azt, hogy mit csináltunk, haza tudják vinni a gyerekek. Nagyon egyszerűen be tudják mutatni, hogy milyen jól használnak ezeket az új technikákat, és akkor is tudnak ilyen felvételeket készíteni, hiszen ezeknek a készítése egyáltalán nem bonyolult. Mivel ilyen felvételeket készíteni, Android platformon a LabSuite alkalmazást tudnám javasolni erre a célra, tényleg a használat során bevált. iOS esetén pedig van a Timelapse 3 applikáció, ami szintén egyszerűen használható, és ezeket a felvételeket nagyon egyszerűen elő tudjuk állítani a segítségével. Reméljük mindenki okulására olyan felvételek születnek, amiknek tényleg van mondani valójuk is, valamilyen jelenségeket bemutatnak, alátámasztanak, és ezeket fel lehet használni az oktatásban. A Presenter forrást is felhasználtam, de is most szeretném megmutatni, hiszen hogyha valaki érdekel részletesebben ez a téma, akkor a linkeket lehet nyugodtan követni. Itt van egy tankönyv is, ami az animációról szól, de lehet látni mondjuk olyan ötleteket is, hogy timelapse felvételeket hogyan lehet az oktatásban használni, mit kell figyelni egy-egy ilyen felvétel elkészítésekor. Nagyon szépen figyelmet, és innentől kezdve megnézem, hogy érkeztek a kérdések, és ha igen, akkor megpróbálok ezeket a válaszolni. fal kapcsolatban annyit hadd jegyezek meg, hogy itt közben sokan nem jöttek rá arra, hogy fönt volt egy kis eszközkészlet, amelyet meg lehetett nyitni, aki rájött, azt tudott nekünk filmi között. Kérdéseket, ahogy Andor az előbb mondta, azokat most várjuk. És annyit még hadd mondjak, hogy annyit még, hogy igen, itt nem az all panelist lehetőséget, ezt választjuk ki alapértelmezetként a szekban, ahol a szöveget afölött ki lehet választani, hogy kinek küldjük, hogyha default panelist van, érdemes átváltani az all attendance-re, mi kapja meg ezt az üzenetet, és akkor tudjuk követni, vagy tudomás is követni, hogy milyen kérdés merült fel, és mire érkezik a válasz. Nem. Kiről. Jó, Andorosta, ezt mi is mondjuk. Csak a prezentációnak egy ilyen lapos változata, amiben ugyan vannak a videók, és egy Google-ban meg lehet nyitni, és ugyanúgy végig lehet lapozni, mint ahogy az előbb én tettem. Mondjuk annyit látom, hogy érkezik a chatformon egy olyan kérdés, hogy hol lesz elérhető az előadás. Az előadás hanganyaga, és hát maga az előadás, az előadás felvétele az elérhető lesz, hogy héten belül, jövő hét közepén már biztos, a digitális témahét programok, nem bocsánat, a tudásbázisában, és bekapcsolódni a digitális témahét tanári fórum Facebook csoportban, azt, hogy ott is meg szoktuk mindig osztani a tartalmakat. Jött egy maga az animációs lehet-e a projekt. Szerintem. Tehát ugye az animációkkal annyi mindent be lehet mutatni, és alá lehet támasztani, hogy egy környezetvédelmi projektnél is miért lehetne az a célkitűzés, hogy jelenfelkeltő animáció és film fog létrejönni. Sőt azt csinálni, hogy a gyerekek kisebb csoportba osztva különböző animációs technikákat próbálnak ki ugyanarra a témára vonatkozóan, így többfajta megközelítésből is ugyanazt be lehet mutatni. Én csak meg tudom azt, amit Andor mond, a digitális témahét keretében is, abszolút lehet a produktum, lehet a termék, animációs film. Úgyis alapvetően ugye a projekt során a hozzárendelhető út lesz a fontos, és egyébként, ha már elkészül egy ilyen, akkor azt érdemes minden nyilvánosságban megosztani. Kapcsolatban mi a konkrét kérdés? Ugyanis animáció, akkor azt tudom mondani, hogy ott a beépített Logomotion programban animációkat ugyanúgy lehet készíteni, és az a szerkesztő is képes arra, hogy az előző képkockákat megjelenítse. Ugye ezt a rajzolási technikát, hogy ilyen rajzolt animációkat készítünk, azt magában az Imagine Logo környezetben is meg lehet csinálni. De ott annyiban több az a környezet, hogy nem csak az alakokat tudjuk így megrajzolni, hanem utána a programozással gyakorlatilag magát a történetet, ezt le tudjuk animálni, de ahhoz már azért egy kicsit programozni kell, ugye a teknős grafikával a különböző szereplőket adott időn megfelelő helyre kell mozgatni. Tehát az is egy szép feladat, hogyha van ilyen előismerete a diákoknak, akkor természetesen ezt az eszközt is lehetne használni. Annyi kérdés, Andor, most én aztánhoz, mert hogy ez a észrevétel vagy kérdés, ez csak hozzáérkezett, hogy Péter kérdezte, hogy Imagine logóval kapcsolatban mi a. Erre érkezett a válasz, és közben még itt érkezett még három kérdés. Azt motion technika érdekelnék bővebben, volt róla szó, úgyhogy azt tudom mondani, hogy hát azért bővebben mondjuk az előadás feltelében azért, hogyha te adsz róla a vezető, akkor még majd. Hát gyakorlatilag ugye ezek az animációk, amiket bemutattam, ezek nagy része stop motion-nál készülnek, hiszen akkor a papírkivágást mozgatom, ott is ugye elvételt készítek, és hogy ugye a szoftverrel fogom majd igazából ezekből az önálló képkockából összeállítani a tényleges filmet. Lehet ugye a kollázs technikával használni, papírkivágás, vagy ami most népszerű, ugye a tárgyanimáció, szintén úgy működik, hogy fogom a tárgyakat, picit mozdítok rajta, és akkor gyakorlatilag előáll ez az animáció. Vagy a pixillációt is tudnám mondani, amikor viszont már tényleges embereket kell, hogy a kamerát állítsak, és ők csinálnak valami olyasmit, amit felvennem. Tehát például felugranak, és abban a pillanatban, amikor felugrott mindenki, akkor készítek egy felvételt, és ugye csak ilyen képkockákat rakok egymás után, akkor úgy tűnik, mint hogyha ugye követülnék az adott tantermet. Ilyen jellegű felvételeket is csinálni. Arra vigyázzunk, hogy a világítás ilyen esetben azért jó legyen, tehát hogy tényleg látszódjanak ezek a felvételek. Móra kérdezi, hogy magyar nyelvű hát ha szó, tehát ma imaging környezet az elhasználható az oktatásban, ugye még mindig nem egy új fejlesztés, és nem is lesz hozzá egyébként, úgy tudom, további fejlesztés, hiszen már egy régebbi szoftver ugye a szlovák egyetem berkeiből került ki, viszont maga a motion szoftver, ami ott kezésre áll, az teljesen, teljesen magyarítva van, tehát a területe is magyar. De egy alatom, hogy még kis gyerekekkel sem feltétlenül jelent nagy gondot az angol nyelvi terület, ha és maga a felület. Tehát tudjuk, hogy hova érdemes kattintani. Jók ikonok, akkor egy bemutató után a gyerekek, ha nem is tudnak angolul, nagyon professzionálisan képesek használni ezeket a szoftvereket. Tehát egy olyan kérdés még, hogy fejlesztés, javítás. Péter, segítsen nekünk abban, hogy mire vonatkozik pontosan ez a kérdés? Ez az én logóra vonatkozott úgy látom, de ugye erre mondtam, hogy tudunk róla, hiszen jó. Korábbi rendszer. És akkor itt Péternek ugye ajánl a gipanimációs pivotot, ajánlani. Pedig lényegében ezzel a kérdével, hogy a webináriumi tanúsítványhoz mit kell tenni, ezzel legyen a mai sessiont, ugyanis én most akkor meg fogom osztani azt a linket, amin elérhető, amin itt jártam form, aminek kitöltése nyomán igazolást meg lehet kapni. Remélem most már mindenki látja a chatfalon, arra klikkentenék beírja a nevet és az e-mailt, és igazolásokat. Tudták, hogy lemaradtak kicsit az elejéről. Mondom őszintén, hogy a felvétel is egy kicsit lemaradt az elejéről, de hogy valamikor 3 perc után, tehát az első 4-5 mondat maradhatott fel, de aztán sikerült elindítani a felvételt. Úgyhogy talán nem lesz értelemben azt is megosztani, hogy nagy része az előadásnak az mégiscsak elérhető lesz. Mégis még mondom, hogy ezt meg tudjuk osztani a jövő során, a jövő csütörtökig mindenki, digitális témahét tudásban viselve. A részvények akkor mindenki tud töltsek ki az itt jártam formot, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok. További szépen estét kívánok nektek, és találkozzunk akár jövő. Viszontlátásra mindenkinek. Sziasztok! A jövők Pétertől érkezett egy kérdés a chatfalra, hogy lesz-e még ilyen előadás. Ha az információra vonatkozik a kérdés, akkor nem kifejezetten, tehát hogy ez egy animációval foglalkozó előadást terveztük erre, vagy a felkészítésképpen, viszont digitális történetmeséléssel kapcsolatban lesz még egy előadás jövő hét után héten, és egyébként azt talán már többször elhangzott tőlem, már lehetett hallani, talán még nem mondtam, de hogy minden héten 2 webináriumot tart egészen március végéig a felkészítésképpen. Ezért, amint az előadóval sikerült pontosítani a témát és a tartalmát az előadásnak, akkor ezeket mind a digitálistemahet.hu promók közé szoktuk kitenni, ott webinárium kulcsszóval lehet keresni rájuk, és meg nézni azt is, hogy mik voltak korábban, ezeket pedig, amik korábban voltak, azok pedig sorra kerülnek föl a digitálistemahet.hu oldal tudásbázisába, onnét elérhetők a Digitális Témahét YouTube csatornáján és előadás. Két-három ezős nézettséget csináltak szerintem gyorsan. Hát, és szerintem az animáció készítés hasonlóan izgalmas téma számunkra. Tehát, legyen